Idén 12. alkalommal ünnepelték meg Budapesten az Európai Kereskedelem Napját, november 9-én a Corinthia Hotelben. A rendezvény fő üzenete, hogy a kereskedelmet, mint a legnagyobb GDP, áfa és adótermelőt, valamint a legtöbb munkavállalót foglalkoztató szektort fókuszba állítsa. A résztvevőket a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége kereskedelmi tagozatának elnöke köszöntötte, aki elmondta, a kereskedelem által lebonyolított forgalom folyamatosan növekszik, így a szektor gazdaságban betöltött kulcsszerepe is egyre meghatározóbb. A számok tükrében mondhatjuk azt, hogy már 39. hónapja folyamatosan nő a forgalom a kereskedelemben. Ma reggeli adatok szerint egyébként az infláció most először ment 1%-ban az elmúlt hónaphoz viszonyítva feljebb, amiben az élelmiszerek 0,4%-kal, az ital és cigarettát 2%-kal, a ruházat 0,5%-kal játszott be. De én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon kezelhető, és azt is jelenti nekem egyben, egy ilyen zárójelet hagynyissak, hogy a kereskedelem nem igazából engedte át sose az áraiban azokat a költségeket, amik egyébként terhelhették volna az árakat, hiszen amikor nagyon magas infláció volt, azt sem tudtuk az árakban áttolni, illetve amikor problémák vannak, munkaerő bérét kell folyamatosan növelni, akkor sem kerülnek ezek bele a fogyasztói árakban drasztikusan. Az Európai Kereskedelem Napján azokat ünnepeljük, akik a kereskedelemben nap mint nap dolgoznak azért, hogy a vásárlók jól érezzék magukat. Jelentette ki az eseményen Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, aki beszédében kitért a jelenleg napirenden lévő politikai javaslatokra is. Hála Istennek a magyar kereskedelem az óriásit fejlődött, lépést tart, meg kell mondjam, hogy Európával, lépést tart a régióval, színvonalába, technikai feltételeibe, korszerű épületeivel. Tehát lehet mondani, hogy ez az a terület, ahol utolértük Európát, máshol lemaradtunk, és ezért tisztelet minden dolgozónak, vezetőnek, vállalkozásnak megilleti őket, ez a teljesítmény, amit Magyarországon tettek. Egy érdekképviseleti szervezet vezetője vagyok, a legnagyobb munkaadói szervezet vezetője. Ebből adódóan ugye mindig folyamatos párbeszédben vagyunk, mindig minden kormánnyal, hol egyetértünk, hol kritizáljuk. Nem lehet olyan kormányt mondani, akit erőteljesen megkritizáltunk volna. Hogyha jót tett, akkor ne támogattuk volna. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Demján Sándor beszédében elhangzottakra is reagált, valamint kitért arra, hogy a jelenlegi jó gazdasági helyzetben lehetőség van az eddigiektől eltérő más jellegű kérdésekről is beszélni. A következő évek kérdése nyilván az kell, hogy legyen, hogy a mostani jó helyzet, a hitelminősítők pozitív véleménye, a kedvező kamatkörnyezet, az államháztartás fegyelmezett magatartása, hogy nem adósodunk el, nem hitelekből élünk, hitelekből fejlesztünk, hanem a gazdaság teljesítménye lehetővé teszi azt, hogy a egyensúly közeli állapotot teremtsük meg az államkasszában. Itt éppen arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy most összegeztük kollégáimmal tegnap este folyamán az októberi adatokat, és az első 10 hónapjában a magyar államháztartásnak, hát olyan példátlan eset történt, ami korábban soha nem fordult még elő, hogy nem hiányról beszélünk, hanem többletről beszélünk. Közel 60 milliárd forint többlete van az államkasszának, ami azt mutatja, hogy azért sikerül kordában tartani a kasszát, akkor is, amikor egyébként jelentős fejlesztési vagy beruházási programokat indítunk el. Ebből a szempontból az a kedvező helyzet van, hogy most már arról beszéltünk, hogy ha van többletbevétel, akkor az mire fordítódik. Hát nyilván ahhoz, hogy a gazdasági növekedés lendületét fenntartsuk, ahhoz több célt egyszerre kell a górcső alá tenni. Az egyik cél nyilván az, hogy a beruházások, fejlesztések folytatódjanak. Ezért a kormány jövő heti ülésén arra fogok javaslatot tenni, hogy a hitelezés ösztönzése, a beruházások erősítése érdekében ebből a többletbevételből használjon fel a kormány. Ez azonban még önmagában kevés, hiszen ha csak arról beszélünk, hogy a meglévő hitelezési, beruházási programokat hogyan folytatjuk, akkor egy extenzív növekedési pályán tudunk maradni ideig, óráig,
De azt az alapvető kérdést, amire az elnök úr is utalt, hogy a magyar hatékonyságot, a magyar versenyképességet hogyan tudjuk összhangba hozni a béremelkedésekkel, az elvárt bérek növekedésével, azt még nem válaszoltuk meg. Éppen ezért nagyon fontosnak érzem azt, hogy a hétvégén, pénteken elkezdődik az az egyeztetés a munkaadói és munkavállalói partnerekkel, amelyeknek az a célja, hogy a következő évi legfontosabb feltételeket meghatározzuk. Nem csak a minimálbért, ez egy fontos szempont, egy fontos kérdés természetesen, de szerintem olyan kérdésekről kell majd beszélnünk, ami a tehercsökkentést, a vállalkozói terhek csökkentését illeti, a járulékcsökkentésnek a lehetőségét, amely azért a főleg a hazai kis- és középvállalkozásoknak egy jelentős terhet jelent. Beszélnünk kell, hogy hogyan tudjuk a béremeléseknek az ütemét megőrizni úgy, hogy az lehetőleg még növekedjen is. Itt csak emlékeztetnék arra, hogy önmagában a gazdaság lendületéből adódott ebben az évben egy több mint 8%-os nettó reálbérnövekedés. Nagyon fontos, hogy ezt az ütemet megtartsuk, hiszen a magyar emberek jogos elvárása az, hogy ha a gazdaságnak jól megy, akkor az én személyes életemben, a családom életében is ezt érzékelni tudjam. Örömmel hallom egyébként munkaadóktól is azt, hogy a következő évek tervezett béremelése az jelentősen meg fogja haladni az infláció mértékét, és egy reálbér növekedés fog a gazdaságban megvalósulni. Erről mindenképpen beszélnünk kell ezen a egyeztetői fórumon. Nagyon bízom benne, hogy a gazdaság növekedése lesz a legfontosabb szempont mindannyiunk számára, a béremelések és a tehercsökkenés. Az Európai Kereskedelem Napja mindig egy alkalmas fórum arra, hogy időnként áttekintsük azt, hogy hol tartunk, mit tettünk és mire készülünk. De ez csak egy mellékes szála kell, hogy ennek a mai napnak legyen. Az alapvető dolog mégiscsak az, hogy kifejezzük a elismerésünket és a megbecsülésünket azok iránt, akik ebben az ágazatban dolgoznak, a kiváló munkát végző magyar vállalkozásoknak, minden munkavállalónak, aki ebben az ágazatban dolgozik. Én azt kívánom önöknek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan érezzék azt, hogy olyan munkát végeznek, amely közmegbecsülésnek örvend, érezzék azt, hogy fontos munkát végeznek, nem csak abban a tekintetben, hogy a személyes, családi szükségleteiket megtermeljék, azt a jövedelmet megkapják, amit a jól végzett munka megérdemel, hanem abban a tekintetben is, hogy a magyar gazdaság egy olyan fontos vérkeringését biztosítják, ami nélkül nincs magyar gazdaság, ami nélkül nincs gazdasági növekedés, és ami nélkül nem lehet arról beszélni, arról tervezni, hogy mit akarunk csinálni majd a jövőben. A COP mindig is úgy tekintett az Európai Kereskedelem Napjára, mint a kereskedelmi szakma legnagyobb ünnepére, ezért a cégcsoport a kezdetektől fogva részt vesz az eseményen, és támogatja is azt, mondta el Csepeli Lajos, a COP Hungary ZRT igazgatóságának elnöke. A COP gazdasági csoport teljesítmény alapján a második a magyar kereskedelmi szektorban. Ez azt jelenti, hogy a több mint 570 milliárdos árbevétel, amit az elmúlt évben is produkáltunk, ez erre legyendő. Mi erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt a pozíciónkat évek óta tartjuk. A COP rendszer mindegy 32 ezer embernek ad munkát, mire nagyon büszkék vagyunk. Én ön is hallhatta, hogy maga a kereskedelem Magyarországon összesen mindegy 550 ezer embernek ad munkát. Ebből az egyik meghatározó foglalkoztató a COP. Az a 3000 üzlet, amit működtetünk Magyarországon, abban foglalkoztatjuk ezeket a munkatársakat, illetve a központi irányításban. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően az elismeréseket Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől vehették át az arra érdemes szakmai szereplők. A Klauzál Gábor elismerő oklevelet 5 személy vehette át, köztük a Gödöllő COP ZRT vezérigazgatója dr. Dúl Údó Endréné, aki 1974 óta áll a gödöllői térség kereskedelmének szolgálatában. Nagyon-nagyon jó érzés, én azt gondolom, hogy ezt mindenki megérti, hiszen ez a kereskedelembe adható legnagyobb kitüntetés. Megvallom, hogy nagyon meglepetésszerűen ért. Én hétfőn tudtam meg, hogy mi fog történni a mai napon, és ez azt gondolom, hogy azóta is bennem van, és nagyon nagy örömömre szolgál. Én 1974 óta dolgozom a kereskedelemben, és a Gödöllő és Vidéke Áfésznél kezdtem, amit most már, mint Gödöllő COP ZRT ismer a közönség és a vásárlók, és azt gondolom, hogy azóta egyfolytában egy helyen dolgozom. Természetesen végigjártam azokat a fokozatokat, amelyek ilyenkor
szokásosak, voltam kereskedelem szervező, voltam hálózatirányító, árosztályvezető, kereskedelmi főosztályvezető, majd a Gödöllő-Vidék Kft. Elnöke lettem, és amikor a társadalmi változások úgy kívánták, hogy megalakítottuk a Gödöllő-Kobb Zrt-t, akkor pedig annak lettem a vezetője. És azt gondolom, hogy a mindennapok azok nagyon gyorsan telnek el, szinte úgy tűnik ez a 40-valahány év is, hogy most kezdődött, és már vége is van, hiszen reggel 4-8-kor kezdek, és olyan hát 5:30-6, mikor hogy tudom befejezni a munkát. Ez természetesen azokra a napokra vonatkozik, amikor a munkahelyen bent dolgozunk, de ha külsős munkán vagyunk, akkor esetleg még egy kicsit tovább is tart. De azt gondolom, hogy az ember nem vesz észre, hogy mennyi az az idő, amit ott tölt a munkába, mert nagyon gyorsan elszalad, mert szereti azt, amit csinál. Nagyon sokat kellett dolgozni, hiszen nem egy érát kellett átvészelni, hiszen a szocialista kereskedelemtől a mai napig nagyon sok mindent kellett átélnünk, mint hogy az én korosztályomnak minden területen ezt kellett tenni. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor a Gödöllő és Vidéke áfészként dolgoztunk, akkor is mindent megtettünk annak érdekében, hogy azok a lakosok, akik a mi területünkön vannak, mindent megkapjanak, annak a körülménynek az alapján, ami akkor éppen lehetőség volt. Legyen ez hiánygazdaság, akkor próbáltuk a hiányokat minél inkább kiküszöbölni. Legyen ez már a mostani fejlődés, amikor már hiányokról nem beszélhetünk, sőt, most már árubőségről beszélünk. Most már inkább az a nehéz, hogy kiválasztjuk, hogy a Coop rendszernek a nem túl nagy alapterületű boltjaiban milyen optimális választékot tudunk úgy kialakítani, hogy hozzánk jöjjenek a vásárlók vásárolni. Ebben nagyon fontos szerepe van a régi tagságunknak, akik azóta már tőzsvásárlói tagokká változtak át, hiszen változott a társasági formája is a cégüknek, hiszen az AFS-ből a Gödöllő-Kobb Zrt. Lett, és azt gondolom, hogy az a társaság, aki akkor támogatott minket, az most is itt van velünk, de nagyon sok új tőzsvásárlónk is van, hiszen ebben az évben már a 17 ezredik tőzsvásárlót is azt gondolom, hogy üdvözölhetjük majd a Gödöllő-Kobb Zrt. Keretei között. Az út során biztos, hogy nagyon kellett figyelni azokat a tendenciákat, hogy mik vannak körülöttünk a kereskedelembe. Megérhettük azt, hogy jöttek a multinacionális cégek, nem kis alapterületű boltokkal, nem kis választékkal. Ehhez figyelnünk kellett, hozzá kellett alakulnunk. Azt is szoktam mondani, hogy amit valaki már megcsinált, vagy kitalált egyszer, azt próbáljuk mi is a saját méreteinkhez képest kihasználni, felhasználni. Én azt gondolom, hogy ezt is tettük. A Gödöllő-Kobb Zrt. Csömörtől Sződig, 10 településen, 13 saját tulajdonú, alapvetően élelmiszereket és napi cikkeket árusító kiskereskedelmi egységet üzemeltet. A Gödöllő-Kobb mind gazdasági tevékenységi alapján, mint szakmai munkai alapján egy kiemelkedő csapat a Coopon belül. Ilike nagyon régóta vezeti ezt a céget, nagyon eredményesen, tehát ez a cég mindig nyereséges. És emellett, amire külön büszkék vagyunk, hogy az a fejlesztési tevékenység, amit végeznek ott Gödöllő és környékén, az kiemelkedő. Ebben az évben is újítottak föl boltot, amit mintaként is tekintünk, tehát a Coop gazdasági csoport munkatársai, műszaki, kereskedelmi munkatársai is egy mintaként tekintik. Tehát mi nagyon büszkék vagyunk rá, és azt kívánjuk, hogy Ilike egyrészt tartsa meg az egészségét, és továbbra is ilyen sikeresen irányítsa a csapatát. Nagyon nagy szerencsénk van nekünk az idők folyamán, hogy a dolgozóink és törzsdolgozók minden évben jubileumi ünnepséget tudunk tartani a 15, 20, 25, 30, sőt 40 éves dolgozóknak is. Azt gondolom, hogy ez a Coop rendszernek egy sajátossága, így ez a Gödöllő-Kobb Zrt-nek is egy sajátossága. Nem soká lesz ez az ünnepség, hiszen mindig a karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez szoktuk ezt csatolni, de az új fiatalokkal is nagyon sokat kell foglalkoznunk, hiszen a szakmaiság az nagyon fontos a boltokban. Az idősebbek elmennek, helyettük kell nevelni fiatalokat.
Nagyon sok tanulónk van, körülbelül 30 tanulóval dolgozunk, és azt gondolom, hogy ez majd egy kicsit biztosítékot jelent arra, hogy ha az idősebbek, akár én is majd már elmegyünk a munkából, akkor a Gödöllőkop ZRT tovább tudja folytatni azt a munkát, amit kell. A fejlesztéseknél minden évben szinte van egy olyan bolt, amit korszerűsítünk és fejlesztünk. Itt mindig az európai színvonalat figyelembe vesszük. Ez legyen akár a bolt berendezése, legyen a boltnak az energetikai rendszere, a felépítése, a dizájn, amivel megjelenik a dolgozók a vevők előtt. A tavalyi évben megnyerte az egyik boltunk az év boltja díjat, a Veresegyházi 15-ös számú ABC-nk. Ebben az évben pedig október végén átadtuk Mogyoródon a felújított 29-es számú másodtéri ABC-nket, amit mindenkinek ajánlok, hogy nézzen meg és látogasson meg. Remélem, hogy mindenkinek ugyanaz fog visszatükröződni belőle, amit mondtam. A Coop üzletlánc részéről a Klauzál Gábor elismerő oklevél mellett többen a magyar kereskedelemért nagy díjat is kiérdemelték az Európai Kereskedelem ünnepén, melynek értékét az adja, hogy azt a boltokban dolgozó, feladatokat kiválóan végző munkatársak kaphatják meg.